engedte, hogy tegezzem. Mátyus János betartja a szavát. A Lombard pápa nyáron kinevezett vezetőedzője a szezon kezdete előtt kijelentette, hogy játékosai csúszni-mászni fognak minden mérkőzésen, mert sikert csak ezzel lehet elérni. Bár a pápa a nyitó fordulóban 3-0-ra kikapott a Videotontól, a folytatásban legyőzte a Ferencvárost és a Kecskemétet, illetve pontot rabolt a bajnoki címre pályázó Győrtől, így 5 forduló után a 7. helyen áll a tabellán. Borzasztó körülmények között szakadó eső volt 90 percen keresztül, a pálya eléggé felázott, bár nem volt annyira vészes, nyilván ez inkább nekünk kedvezett. Nem voltam olyan túlságosan szomorú, hogy ilyen kondíciók mellett játszottunk, de azt gondolom, hogy nem ezen múlt, azon múlt, hogy egy fantasztikus hozzáállással játszottunk, és szerintem megérdemelten szereztünk egy pontot. Az elmúlt években sok kritika érte a pápai játékosokat, mert nem hitték el, hogy nyerhetnek. Mátyus János is látta ezt, és a saját módszerével kíván véget vetni ennek. Ez nem 2 perces munka, ez rengeteg beszélgetés, akár csapatszinten, akár pedig 4 szem közt igényel. Erre én elég nagy hangsúlyt fektetek, másrésztről talán a generációs dolgok miatt is eléggé közel vagyok hozzájuk, hiszen annál még idősebb játékos csapatban van egy pár a saját korosztályon béli. Egyikük a kapus Szűcs Lajos, aki több mint egy évvel idősebb a vezetőedzőnél. Azonban hiába a régi barátság és a futballpályán eltöltött közös évek, a rutinos kapusnak is be kell állnia a sorba. Megengedte, hogy tegezzem. Egy különleges szituáció ez a Lajos, egyrészt jó barátom, másik csapattársam volt, harmadrészt nálam idősebb, de ez intelligencia kérdés, azt gondolom, ezt meg tudjuk oldani. Minden szempontból beáll mellém a mögém a sorba, és egy fantasztikus képességű sportember, és egy fantasztikus képességű kapus. Mátyus János nem bajnoki címet ígér, de mint mondja, a játékosaitól elvárja, hogy a mérkőzés napján kihozzák magukból a maximumot, és akkor nem csak egy meccsen, hanem a bajnokság végén is meglepetést okozhatnak.